Szeretettel üdvözlöm a négy segítőt, Havas Ágnest, Kovács Ildikót, aki jelen van, azután Novák Emilt, aki még majd elkésve jön, és Háber Andreát, aki helyett az apukája jön. Beradom családi örökség. Úgyhogy ők négyen tették lehetővé, hogy ez itt összejöjjön. Ez vonatkozik a hely szempontjából is, meg anyagi vonatkozásaiban is. És néhány üdvözletet kell átadnom részben, akik eleve nem jelentkeztek, de kérték, hogy adjam át az üdvözletüket. Lélekben itt vannak, de a valóságban mégsem. Sajnos betegek is vannak, akik azért nem tudtak jönni, mert betegek volt, aki tegnap előtt jelentette be ezt, hogy nem tud jönni. Simon Laci az egyik, aki azt mondta, hogy szeretettel üdvözöl mindenkit, de nem jön. Szendrő Jutka ugyancsak. Polyák Lászlóné, Kohári Gyula, Fábri Péterné, Sebán Zoltán, Kényen Attiláné, Dia, Szemere György, aki forgat, ez egyetlen annyi jó, Érzköbi Béla volt az, aki azt mondta, hogy ha akart jönni, de tegnap előtt kezelést kapott, és nem ment elvállalni. Úgyhogy abban állapodtunk meg, hogy ezért igazgató asszony nem szólal meg, ellenben túló Kacsi egy rövid néhány szóval megszólal. Bocsánat, de tavaly öntjük a reflexet. Sok szeretettel, nagy tisztelettel üdvözlök mindenkit. Nagyon örülök, hogy ezt a Simon Laci által kezdeményezett hagyomány sikerült fenntartani, sikerült hozzá támogatókat szeretni, köszönöm szépen azt is. De mindenek előtt azt köszönöm, hogy itt vagytok, és hogy valahogy mi még lelkünkben őrizzük azt a fajta férjárat, amelyik hát a mai világgal ellentétben családiasnak volt otthon volt. Sokat tudtunk egymásról, nem csak a munkában, kapcsolódtunk egymáshoz, nem csak a munkában, és állni szeretettel valahol találkozunk. És hát akkor azért hadd említsem meg, hogy hála Istennek most is készülnek jó magyar fülönek, ismerés volt magyar fülönek, de azt a korszakot, a 60-as évek filmjeit és a 70-es évek filmjeit, amikor a magyar filmet elkezdték komolyan jegyezni külföldön, azt a korszakot ennek a társaságnak köszönhetjük, illetve a kortársainknak, akik közül sajnos már többen nincsenek közöttünk. Úgyhogy én a mai filmszakon elejében is szeretnék ezért köszönetet mondani, mert ezek azért olyan alapok, amelyekre egy jövőt is lehet építeni. Hogyha kicsit másként is építik ezt az jövőt, mint ahogy megszoktuk
és nem annyira megtudt most már az egymás után is munkakapcsolat. De azért munkakapcsolatok vannak, megjelenik. És kívánom, hogy a szakmatologikája vagy ugyanannyi, legalább annyi esélyt van a mai fiatalok. Jó egészséget kívánok mindenkinek, érezzetek dolgokat, majd kiszolgálnak minket, akinek inni szeretne, oda el kell venni az asztalhoz, és akkor ez a kiki töltse magának, amit talán jó. Kedves erősségeknek. Nem, dolgozom, hogy voltak, ugye?